Örök helyezték Vitner Mária 56-os szabadságharcost a Dunakeszi temetőben. A sok más elismerés mellett a magyar köztársaság érdemre nagy keresztjével is kitüntetett volt országgyűlési képviselő életének 86. évében egy hónappal ezelőtt hunyt el. Pontban déli 12 órakor kezdődött el az 1956-os szabadságharcos Vitner Mária búcsúztatása a Dunakeszi temetőben a gyászszertartáson Novák Katalin köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az országgyűlés elnöke, és Áder János volt köztársasági elnök is részt vett. Tegnap még láttuk az arcát, most egymás arcát fürkészük. Tegnap még élő ereje töltött el bennünket, most emlékek után kutatunk szívünkben, elment, ám felejthetetlen. A szertartást Kozma Imre atya vezette, de Wittner Mária végakarata szerint Balogh Zoltán püspök is imát mondott. Hálát adunk a karmelita évekért, és ahelyett, hogy vádolnánk azokat, akik még nehezebbé, kilátástalanná tették nehéz életét, mi most mégis hálát adunk, hogy ő, aki nem kipárnázott világból jött, rátalált az igazság útjára. Wittner Mária szeptember 14-én 85 éves korában halt meg. Nemzeti és gyászlobogók alatt sok ezres tömeg vonul a parlament elé, hogy tiltakozzék az oroszok beavatkozása ellen. Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett. A rádió ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz, a korvin közben segítkezett a sebesültek ellátásában. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozva pedig már a fegyveres összetűzésekben is részt vett. 1957. júliusában letartóztatták, egy évvel később, 21 éves korában egyebek mellett fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés és diszidálás vágyával első fokon halára ítélték. 200 napot töltött síralomházban, majd a másodfokú bíróság az ítéletét életfogytiglanra változtatta. 13 évnyi raboskodás után 1970 márciusában az utolsó forradalmárok között szabadult, de amnestiát nem kapott. Az országa rendszerváltozás után ismerte meg a nevét, aktív szerepet vállalt számos 1956-os szervezet munkájában. 1989-től a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnök helyettese, 2002-től a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökségi tagja, 2006-tól 2014-ig a Fidesz országgyűlési képviselője volt. Ez a mi hazánk, a mi országunk történelme volt. És erre emlékezni kell, hiszen végül is 89-ben az 56-os csontokra épült rá a rendszerváltás, és tiszteletbe kell tartani a halottakat. És nekik köszönhető az, hogy ma nyugatra mehetnek, eh, tapasztalatot szerezni, tanulni, de jöjjenek mindig vissza, mert a haza itt van, és a haza mindenkit visszavár. 1991-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztjét, valamint az 1956-os emlékérmet vehette át. Később Szent István díjat és emberi méltóságért díjat is kapott. Dunakeszi, Csepel és Józsefváros díszpolgára volt temetése után Novák Katalin közösségi oldalán úgy fogalmazott, Vitner Mária hajthatatlan, bátor hős volt, akit a halálos ítélet, a síralomház, a 13 év fegyház sem tudott megtörni. Orbán Viktor pedig azt írta, idézem, ha az unokáimnak el kell majd magyaráznom, mit jelent magyar hősnek lenni, akkor az első között fogom nekik elmesélni Vitner Mária történetét. Isten nyugosztalja.